Augusztus 25-én vasárnap este a Kolozsvárról érkező IC74-es számú Claudiopolis Intercity Budapest keleti pályaudvar váltókörzetében kisiklott, ezzel elzárva a pályaudvar összes ki- és bemenő vágányát. Így vasárnap este a pályaudvar már nem indít és nem fogad vonatokat. A helyszínelés és a műszaki mentés hosszabb időt vett igénybe. A körülmények egyelőre előttem tisztázatlanok, viszont ami biztos, hogy a képek alapján a 006-os Semmelweis Taurus volt a mozdony, amit posta BHV kocsik követtek, majd Gosa vagy KAV kocsi és egy DVA zárt. A baleset miatt a keleti pályaudvart érintő vasútvonalakon korlátozásokra, jelentős késésekre, vonatkimaradásokra kell számítani. Az elővárosi és távolsági vonatok is más budapesti állomásokról indulnak vissza. A 80-as vonalról Kőbánya felsőnél fordulnak vissza a vonatok, a 120-asról Rákosnál, míg az 1-es és 40-es vonalról érkező vonatok csak kelenföldig közlekednek. Az átlósan közlekedő Hortobágy Eurocity Kőbánya Kispesten kerül 90-120 perc késéssel. A vasúti jegyek érvényesek az M2-es metrón a keleti és déli pályaudvar között, az M4-es metró és a H8-as év teljes vonalán, a 37A villamoson, a 161-es és 168E buszon. A balesetben senki nem sérült meg.